paraméterre hozunk, akkor 10 darab egységes cserjét, jó? Sok, jó? Igen. Hát az ilyen tüskés legyen, vagy? Hát nekem virokonta is jó, vagy ez a másik fajta inkább. Vagy majd meglátjuk, hogy melyik lesz. De az is lehet, hogy somot hozunk, majd meglátjuk. Jó, az a lényeg, hogy ez egységes, nyírható sűrűsövény legyen. Az, hogy gyorsan besűrűsödjön. És akkor táplálékpacsát hozunk, akkor két fővel jönnek, és akkor slagot itt is kérjük biztosítani. Jó, rendben van. Ide nem akarnak semmit sem ütetni? Vagy egy következő tervben. Mit tud ide ajánlani? Hát ezek a mozgások élnek meg. Hát ilyen szárazságtűrő napfékedről évelőkből tudnák hozni. Hát csak azért csomó hangzik. Ha már itt vagyunk, ha már itt vagyunk. Ide hoztuk ezeket a cserjéket, ahogy így megbeszéltük. Jó. Most akkor úgy lesz, hogy ez így hát nagyjából egységes, de hogy nem volt annyi ugyanolyan itt, úgyhogy gyakorlatilag így, de ezek gyakorlatilag így nyírhatók. Na most egy kicsit ilyen kajlák, de ezek most begyökeresenek, és tavasszal jó alaposan vissza kell venni. Itt vannak ilyen tápanyaggolyók, ezért azt kérem, hogy aki elültet egy cserjét vagy egy növényt, tegyen alá egy tápanyaggolyót. Na most pontosan annyi tápanyaggolyó van, ahány darab cserje vagy növény. Tehát minden növény alá bedobunk egy tápanyaggolyót. Kesztyűt meg szerszámot, azt mi hoztunk, azt itt lehet találni. Szerintem ezzel lehetne kezdeni. Nagyon örültünk, hogy az uglói lapokban olvastuk ezt a virágzó ugló lehetőséget, és a tulajdonosaink tulajdonképpen arra gondoltak, hogy az anyagi lehetőségeik eléggé be vannak határolva, megpróbálunk ezen a programon elindulni. Hála jó Istennek sikerült. Nagyon örülünk a élő növénynek, mert hát eddig gépkocsi parkolónak használták a környező lakóházban lakó emberek ugye ezt a területet, amit tulajdonosaink nem igazán szerettek. Bízunk benne, hogy a növényeink azok szépen, amiket önöktől kaptunk, hát nőni fognak, azt meg tudjuk ígérni, hogy gondozni fogjuk rettenetes módon az előkertet is, illetve a ház első kertét is a tulajdonosok, ugye úgy mondom, hogy saját költségen, saját erőből alakították ki. Munkából idén ennyire tel lett az utcafrontra, hát bízunk benne, hogy jövőre is ugyanez a folyamat folytatódik. Nagyon örülünk neki, hogy van, és akkor itt a háznak a másik oldalát is valamilyen szinten szépé tudjuk tenni. És hát nagyon szépen megköszönjük a tulajdonosok nevében ezt a lehetőséget, illetve ezt a fáradalmat, anyag hozzáérlást az önkormányzat részéről, amit körülbelül az utca szépítéséért is tenni. A szerszámokat a Fiskász biztosította. A növényeket a Borhi Kertészet szállította. Együttműködő médiapartnerünk az édenkert.hu, a legnagyobb magyar kertészeti portál. Kövessen nyomon ön is a Virágzó Zugló programot a kertész.blog.hu-n, a Facebookon és a virágzózugló.hu oldalon.